Égési sérülés, törött láb, amputált kar, vérzősebb. Számos olyan baleset, amikor a sérült ellátásánál nagyon fontos az elsősegélynyújtás, mert életek múlhatnak ezen. A 13 iskolából érkező versenyző tanulóknak többek között ilyen sérüléseket kellett ellátniuk az elsősegélynyújtó versenyen. Ájuláskor mit kell csinálni, ha valakinek a lába eltörik, vagy nincs eszméleténél, epilepszilás rohamai lehetnek, hogyha történik valami, és gyorsan elsősegélyt kell nyújtani valaki számára, akkor nagyon fontos ezek az ismeretek. A statisztikák azt mutatják, hogy minden tizedik bajba jutott részesül megfelelő elsősegélyben a mentők kiérkezése előtt. A Vörös Keresztnek ezért kiemelt feladata, hogy oktassa az elsősegélynyújtási ismereteket. A felmérések ugyanis azt igazolják, hogy ott, ahol a gyerekek is elsajátították ezeket az ismereteket, kevesebb a halálos vagy tartós egészségkárosodással járó balesetek száma. Ötfős csapatok voltak, két kategóriában versenyeztek. Először az elméleti síkon mutatták meg a tudásukat, ahol a Vörös Kereszttel kapcsolatos kérdésekre válaszoltak, és végül pedig a gyakorlati síkon kimondottan a töréseket, a vérzéseket, a amputációt, eszméletvesztést mutatták be, és minden egyes gyerek megmutatta tudását az újraélesztésnél is. Nagyon fontos az ifjúságot tanítani, nagyon fogékonyak rá, nincs bennük a félelemérzet, mint a felnőttekben, és tényleg bátran oda mernek állni, és tudnak segíteni. A versenyben egy ukrán diákokból álló csapat is részt vett. Végül mindkét kategóriában a Pozsonyeperjesi Alapiskola csapata végzett az első helyen.